Jó estét kívánok nézőinknek! Önök a Tatai Televízió Tallózó című műsorát látják február 11-én hétfőn. Adásunkban beszámolunk önöknek az elmúlt hét legfontosabb eseményeiről. Tartsanak velünk! Tudományos műhely konferencián ismertették az elmúlt év legjelentősebb kutatásait, eredményeit a megyei múzeumok munkatársai. A konferenciát február 4-én hétfőn tartották, akkor láthatták adásunkban is az összefoglalót. Jótékonysági ebédre várták a rászorulókat az Öregtó partján, erről szóló beszámolónkat is hétfőn láthatták adásunkban. A Vaszari János Általános Iskolában tájékozódtak a szülők a beiskolázás részleteiről. A nyílt napon, február 5-én kedden várták az érdeklődőket. A zenéjé volt a főszerep az egész héten a Református Gimnáziumban. A zenei hét programjairól február 5-én keddi adásunkban láthattak egy összeállítást. Véglegesítette 2019-es programját a Honvéd Bajtársi Klub, és a Korvina könyvtárról szóló előadást tartottak a Magyari Zoltán Népfőiskolában. Ezekről szóló összeállításainkat is kedden láthatták. Hetedik alkalommal adott otthont a Kuni Domokos Múzeum a Tudományos Műhelyek Komárom-Esztergom megyében konferenciának. Az eseményen olyan megyei szervezetek, illetve intézmények előadásait hallgathatták meg az érdeklődők, akik helytörténeti kutatással foglalkoznak. A február 4-én tartott egésznapos program mindenki számára látogatható volt. Az ott dolgozó munkatársak ismerjék meg minél jobban egymást, inkább egymás munkáját, és ezáltal további kapcsolatok, közös kutatások tudjanak kialakulni. Én azt hiszem, hogy azzal, hogy ez már a hetedik alkalommal kerül megrendezésre, jól bizonyítja, hogy egy igény született a megye területén arra, hogy találkozzunk és ismertessük azokat az eredményeket, amelyeket az előző évben tudtunk elvégezni. Idén először év elejére csúszott át, nem a megszokott őszi időszakban volt. Ha ez az előadóknak jobban meg fog felelni, akkor ebben az ütemben maradunk, ha nem, akkor vissza fogunk térni a novemberi időre. Nagyon sok helyről érkezett jelentkezés, arra nézve, hogy itt előadhassanak. Sajnos az influenza járvány némely előadó megérkezését megakadályozta. A teljesség igénye nélkül Esztergomból a levéltár munkatársai nagyon szép számmal jelentek meg, és olyan témákkal örvendeztetnek meg minket, ami Komárom-Esztergom megye története szempontjából kihagyhatatlan. Komáromból is többen érkeztek, és ami ismét nagy öröm volt számunkra, hogy túl Komáromból, a Dunamenti Múzeumból is érkezett előadó. Itt többen jelezték az érkezésüket, de sajnos nem tudtak eljönni, szintén az előadók sorait gyarapítja. Most már állandó előadónak számít a Tatabányai Múzeum, vagy akár a Tatabányai Levéltár munkatársai, akik szintén egy-egy olyan témát járnak körül, amellyel mi is jobban bele tudunk tanulni ezekbe a kutatásokba, amelyet aztán bizonyos szempontból akár együtt is tudunk folytatni. Érkezik még a Régészeti Intézetből egy előadó, és ezzel válik talán teljessé a mai napon előadók száma. Mindegyik téma Komárom-Esztergom megye területére vonatkozik. Az itteni kutatásokat mutatják be, és nem annyira népszerűsítő formában, inkább a tudományos eredményeket tárják elénk az előadók. Együttműködések is születtek ebből a műhelyből. Fontos talán megemlíteni a Tatabányai Múzeummal történő közös gondolkodást, ebben benne volt az Esztergomi Múzeum, a Tatabányai Múzeum és a Tatai Múzeum munkatársai, amikor szakrális kis emlékeket gyűjtöttek. Most a megyei levéltár és a Tatai Múzeum folytat kutatásokat a megye területére vonatkozólag olyan levéltári fondokban, amelyeket kutató elmúlt 20 évben nem érhetett el. Tehát ezeknek a konferenciáknak, tartalmas beszélgetéseknek, kérdések perceinek ilyen hozadéka is van, és mi nagyon örülünk annak, hogy ennek mint egy otthonául a Kuni Domokos Múzeum szolgálhat a várban. Kevesebb olyan információ szivárog ki, amelyet majd ellene fel tudnak használni.
illetve az Erzsébet palotának a Duna felé néző ablakai. Komárom Esztergom megye területén zajló kutatások eredményeiről, illetve folyamatairól tartott a konferenciát a Kuni Domonkos Múzeumban. A tudományos műhelyek elnevezésű eseményre több helyszínről is érkeztek előadók. Többek között a megyei levéltár egyik munkatársa, Mindszenty József letartóztatásáról tartott egy izgalmas bemutatót. Mivel most van a 70. évfordulója ennek az eseménynek, tehát 1948. december 26-án karácsonykor tartóztatják le a bíboros urat, és 1949. február 3-a és 8-a között zajlik az első fokú tárgyalása az ügyben, így lényegében ez most egy rendkívül időszerű kérdés, és hát erre most nagyon sok konferencia is felhívja a figyelmet. A Kuni Domonkos Múzeum részéről Stegmaier Máté egészen az első világháború időszakáig ment vissza a történelemben, így a Tata Tóvárosi Jótékony Nőegylet és a Vöröskereszt tevékenységét mutatta be az előadásában. A mai előadásra tulajdonképpen egy kettős témával készültem, a Tata Tóvárosi Jótékony Nőegyesület, illetve a Vöröskereszt Egyletnek az első világháborús ténykedéséről. Ez azért aktuális téma, hiszen az első világháborúnak most élhettük 100. évfordulóját, illetve a két egyesület közös elnökének, Dittfurt Móricz bárónének a személye is aktuálissá vált ezen témán keresztül, hiszen idén van az ő halálának a 90. évfordulója. Busa Mónika előadása volt az első a délutáni programsorozatban. A tatai néprajzos a Német Nemzetiségi Múzeum gyűjteményében található cipszeremlékeket mutatta be. Én is szeretném ismertetni a tavalyi év egyik legnagyobb szenzációnak számító gyűjtését. Viszonylag most már ritkán fordul elő ugye az, hogy csak úgy nagy történeti értékkel és háttérrel bíró tárgyak érkeznek be a múzeum gyűjteményébe, de a tavalyi év során volt egy ilyen nagyon szerencsés gyarapodásunk. A cipszeremlékek a Német Nemzetiségi Múzeum gyűjteményében, ezt a címet adtam az előadásomnak, és ezzel szeretném egy kicsit azt bemutatni, hogy egy már meglévő gyűjteményi tárgyból kiindulva ennek az egy egyszerű hordozókendőnek a történetét megismerve, milyen különleges úton jutottunk el olyan dokumentumokhoz és tárgyakhoz, amelyek mára-mára a Német Nemzetiségi Múzeum gyűjteményében vannak. Az egésznapos esemény tehát sokszínű előadások töltötték meg a megyei helytörténeti kutatással foglalkozó szervezetek, intézmények részéről immáron 7. alkalommal. Ennyi elég? 300 adag meleg étellel várták a rászorulókat egy tóparti vendéglátó egységben. A kezdeményezés baráti, valamint üzlettársi támogatásból valósult meg. Az étterem részéről nem ez volt az első alkalom, hogy valamilyen módon segíti a rászorulókat. A hideg időszakban azonban nagy segítség a főtétel olyan emberek életében, akiknek mellőzniük kell. Az ételosztás során sokak éthordóval érkeztek, hiszen akár több napi élelmet is jelentheti valaki számára az összefogásból létrejött adomány. Szeretünk adni, én és a társaim, és gondoltuk, hogy a hátrányosabb helyzetűeknek főzünk. 300 adag étellel készültünk, most már gyülekeznek, amit látható. Remélem, hogy jól fog sikerülni, és tudunk majd még a közeljövőben ilyeneket szervezni és főzni. Ami megmarad ételt, azt elvisszük a szállókra, a hátrányosabb helyzetűeknek, ez már telefonon le lett egyeztetve. Paprikás krumplival készültünk, babgulyással, az alapanyagokat én szereztem be, és a barátaink, üzlettársaink, azok pedig segítettek. Mindenki nagyon lelkesen segít, és ők is pozitívan gondolkodtak erről az ötletről, úgyhogy azt gondolom, hogy ez nagyon pozitív. Mutass egy akót! Kisort! Mutass egy litert! Nyílt órákon ismerhették meg a vaszari iskola tanóráit és a pedagógusok munkáját,
a jelenlegi nagycsoportos óvodások szülei. Az iskolaválasztás előtt álló gyermekek szüleinek nagy segítséget nyújtanak az intézmények a szervezett nyílt napokkal, hiszen látva az órák menetét könnyebb lehet a döntés. A nyílt napok arra szolgálnak, hogy a leendő első osztályos tanulók szülei megismerkedhessenek a pedagógusokkal, akik első osztályban várják majd a diákokat. Így minden osztálytanító, nem csak az osztályfőnök, hanem az osztályban tanító pedagógust is megnézhetik a mai nap folyamán. 3 első osztályt indítunk a következő tanévben is, hagyományainkhoz híven. Indul egy emelt szintű matematika osztály, indul egy idegen nyelvi osztály és a fürkész osztályunk. Emelt szintű matematika osztályba többen jelentkeznek, természetesen az idegen nyelvű osztályba is. A fürkész osztályunkba is szívesen várjuk a diákokat, hiszen a Kenderke Református Alapfokú Művészeti Iskolával karöltve délutáni foglalkozásokat tartunk a diákoknak, és ezzel is a finom motorikájukat fejlesztjük. Nagy mozgásos foglalkozás is van, ahol táncolnak, drámajátékot játszanak, tehát ez is nagyon fontos a diákok számára. Nagyon izgatott az ember, persze a mostani osztálytól elválni mindig nehéz. Egy különleges kis osztályunk van, olyan kis szeretett gombócok, tehát nagyon sok érzést, impulzust, ölelést kapunk tőlük nap mint nap, és nagyon nehéz lesz az elválás most negyedik végén, ez mindig az ember szívét összeszorítja, és nagy izgalommal, érdeklődéssel várjuk az elsősöket is, ugyanúgy, ahogy ők is izgulnak az első iskolába lépés miatt, úgy mi is izgulunk, amikor meglátjuk őket, hogy megkaptam a lehetőséget, hogy mostani matematika tagozatos osztályfőnöke legyek. Nagyon sok kihívás vagy feladat előtt állunk, tehát először is én azt gondolom, hogy meg kell ismernünk a gyerekeket, egymáshoz kell igazodnunk, csiszolódnunk, és utána persze egy olyan jó osztályközösséget kialakítani, ahol nem csak a feladatok megoldása és egy sikeres osztály vagy verseny elérése a cél, hanem egy jó közösség megteremtése is. A Vasszary János általános iskolában 3 osztályba jelentkezhetnek a tanulók a következő tanévben. A matematika és az idegen nyelvi tagozat a legnépszerűbbek, de egyre többen jelentkeznek a fürkész programban működő osztályba is. Könnyű és komoly zenével is találkozhattak a református gimnázium tanulói az intézményben rendezett könnyű zenei héten. Az iskola számára fontos, hogy teret adjanak a fiatal tehetségeknek, amelyre remek alkalom a kulturális esemény. Nagyon sok diákunk tanul valamilyen hangszert zeneiskolában, már általános iskolás kora óta, már a felvételnél is pozitívumnak számít, hogyha valakinek énekes, zenés, táncos múltja van. És aztán ez a sok diák egy igényt érzett arra, hogy megmutassa a tudását az iskolatársainak, és így már az iskola alapítása óta kialakult ez, hogy tavasszal, tél vége fele egy héten a délutánokat arra szánjuk, hogy aki szeretné teljesen önkéntes alapon énekes, hangszeres tudását bemutathatja az iskolatársainak. A mai napon most egy kicsit kevesebben vannak, később 3 órakor kezdődött, korábban, amikor sikerült 2 órakor elkezdenünk, akkor még nagyobb számban maradtak, de az osztálytársak azok mindig itt vannak és meghallgatják a társaikat. Többnyire komoly zene, de előfordul, hogy könnyű zenei műfaj kedvelői is bemutatkoznak. A február 4-e és 8-a között zajló zenei programsorozaton énekkel, valamint hangszerrel egyaránt képviseltették magukat a diákok, így Illés Enikőnek is remek lehetőséget kínált az iskolai fellépés. Azt gondolom, hogy így a fiatalok, akik ide járnak, azok mind megismerhetik a klasszikus zenét is, mert ugye elsősorban abból áll ez a hét, mert ugye a legtöbbünk igazából a modern zenét ismeri, és akkor ezáltal jobban közelebb kerülhetünk a komolyabb zenéhez is. Én hegedülök, és egy danklától fogok játszani egy premier szóló nevezetű számot. 7 éve hegedülök, és szerintem
szerintem ez már egy elég komoly darab. Hát az én esetemben még van. Hát van igazából olyan is, aki egyáltalán nem. Tehát szoktam beszélni ugye ismerősökkel zenei körökből, és van, akinek már egyáltalán nincsen, de az én esetemben igen, én nagyon lámpalázas típus vagyok, szóval sajnos még igen, de azért most már nem olyan vészes, mint régebben. A zenei hét remek alkalom, hogy a művész palenták bemutathassák tudásukat az iskola közönsége előtt. A 2019-es esztendő első éves közgyűlését értékelte, majd köszönte meg Sárközi József, a Honvéd Bajtársi Klub elnöke, a civil szervezet tagjainak a február 5-én tartott gyűlésükön. Az összegzésen túl a részvevők megtárgyalták a következő hónapok várható programjait is. Kérem szépen, ott voltunk 85-en. Nagyon szép létszámmal, ahol értékeltük a 2018-as évet, és a 19-ről is szóltunk, illetve hát készítettünk egy programot, meg egy feladattervet, havi bontásban is. Na most én azt szeretném megköszönni itt az összekötőknek, meg a vezetőség, az elnökség tagjainak, hiszen ez egy csapatmunka volt. Hiszen a 18-ról szóló beszámolót azt a Mezei Zsuzsanna titkárunk velem együtt alkotta meg, és nagyon szép tartalmas beszámolót írt. A 19-esben ugyancsak együtt csináltuk a 19-est. Az külön öröm volt, hogy a polgármester úr ott volt a közgyűlésünkön, és ha már szó esik 19-ről, akkor az első, hogy mondjam, jelentős közösségi rendezvényünk az 13-án lesz most, ahol megkértük a polgármester urat, hogy jöjjön el hozzánk, mint tavaly is, minden évben eljön, és akkor beszámol az elmúlt évről. Még februárban lesz egy életút beszámoló, ez ennek nagy sikere van a klubdiótányainkon. Most kemény Balázs névnap alkalmából, ő sokat járt kint Afrikában, és nagyon szép élményei vannak, és itt kell elmondanom, hogy részt veszünk a városi eseményeken is. Többek között felkérést kaptunk már a polgármester úrtól, felkérést kaptunk, hogy a kommunizmus áldozatainak emléknapján, január 25-én az Angiverát fogják vezetni, hogy mi is jelenjünk meg, szóval menjünk a klubtagságunk is vegyen részt. Tehát egy tartalmas év után, egy tartalmas év előtt állunk, csak dolgozni kell ezért. Újabb előadás várta az érdeklődőket a Magyari Zoltán Névfőiskolai Társaság által szervezett képzési programsorozaton. Ez alkalommal Földes Ferenc érkezett az Országos Széchenyi Könyvtártól, hogy bemutatót tartson Mátyás könyvtáráról, ezzel is színesítve a történelmi sorozat felhozatalát. A mai előadás egy sorozatnak a része a történelmi sorozaton belül. A Korvina könyvtárról fogok beszélni, egy általános képet adva. Ugye ez a Mátyás évhez kapcsolódik, ez a történelmi sorozat, aminek azt gondolom, hogy egy nagyon fontos, azt gondoljuk, hogy egy nagyon fontos része, hogy mindarról a kulturális tevékenységről, ami elsősorban a Korvina könyvtárban koncentrálódik, a résztvevők kapjanak egyrészt egy átfogó képet, ez történik ma az én előadásomban, majd ezt követően szakértő kollégáim, akik egy-egy területre művészettörténészek, filológusok kibontanak egy-egy részproblémát, vagy egy-egy olyan területet, ami különösen izgalmasnak fog bizonyulni, egészen biztos vagyok benne. Nyilvánvalóan a elhangzottak egy részét tudjuk gimnáziumból mondjuk. Azonban hát azért ennél mélyebbre megyünk, vagy legalábbis más aspektusból próbáljuk megvilágítani, és kimondottan ezekre a kulturális, reprezentációs, művészettörténeti, filológiai kérdésekre koncentrálva, amelyek viszont messze túlterjednek mondjuk már a gimnáziumi anyagon. Most nekünk van egy kiállításunk Budapesten, a Korvina Könyvtár budai műhelye, tehát a budai könyvprodukciót, ahol előállították. Most itt azért elég sok új kutatási eredmény jött elő, amiről a részletekről, amit később lesz szó, én megpróbálom a
egy összefoglalóképpen elindítani ezt a néhány alkalmat. Én azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon jó dolog, hogy van, több okból is. Ez ugye egyrészt egy szép történeti hagyomány, mármint a népfőiskolai mozgalom, ami nálunk nem olyan távoli gyökerekre nyúlik vissza, de azért nem is tegnap kezdődött. De Európában, különösen az északi országokban ez most már egy másfél évszázados hagyománnyal rendelkező dolog. Korábban voltam itt, pontosabban még a másik helyszínen is. Én irodalomtörténész volnék, és kicsit későbbi korokkal foglalkozom, de hivatalból ezzel az időszakkal is. Azt gondolom, hogy fontos, hogy legyen. A közönség érdeklődő, a közönség lelkes. Nyilván igyekszünk olyan előadást tartani, hogy ne csak adatokkal, hanem élményekkel is távozzanak. Hegesztő versenyt szerveztek a Bláthy iskolában. Kézműves technikákkal ismerkednek hétről hétre az idősek a Borecset programon. Simona terápiás Vizsla ezúttal a Talentum iskolába látogatott, és eredményes első fél évet zárta a Vasari iskola. Ezekről szóló összeállításainkat február 6-án szerdán láthatták adásunkban. A kertvárosi óvodában szervezett toborzó foglalkozást a Kenderke Református Alapfokú Művészeti Iskola. Gyógypedagógus képzés indul, Tatán a részletekről tartottak tájékoztatót a Piarista rendházban. Valamint a zenei hét további programjáról láthattak egy összeállítást csütörtöki adásunkban. Éves közgyűlését tartotta a Tatai Helytörténeti Egyesület a pénteki napon. Farsangi programot szerveztek a Fazekas utcai általános iskolában, és különleges oktatási programmal várják a tanulókat a Kiszeni Tata iskolájában. Ezekről szóló összeállításainkat pénteki híradóinkban láthatták. A fém megmunkálásának folyamatait mutatták be a diákok a Bláthy iskolában rendezett hegesztőversenyen. A megye 4 iskolájából érkezett hegesztőosztályok diákjai több összetett feladatot kaptak, amelyeket időre kellett elvégezni. Hát ez két részből tevődik össze. Az egyik része a hegesztő, mivel hegesztő szakmáról beszélünk, ugye egy hegesztési feladat. Két lapos vasat kell összehegeszteni tompavarrattal, és van egy gépész feladat, amely tűrt méretekkel kell, hogy elvégezzék a tanulók. Egy kicsit nehézzé tettük a feladatot, mert mint 9-es tanulóknak az elektródás hegesztésből egy tompavaratot kell létrehozni, ami gyökátégéssel és elég komoly kétsoros varattal kell ezt elvégezniük. Erre gondoltam, hogy egy kicsit a hegesztő szakmát még jobban felhozni a tudatba, hogy nem egy olyan szakma, mint sokan gondolják, hogy a hegesztő nem számít, hanem azért ennek van komoly háttere, és egy komoly képesség kell ahhoz, hogy valakiből egy nagyon komoly és nagyon jó szakember váljon. Először is kézügyességre, elméleti szinten ismerni a acélok tulajdonságait, ezek mellé ismerni a gépek tulajdonságait, tehát vannak alacsonyabb rangú gépek, vannak magasabb rangú, már programozható hegesztőgépek, amiket azért a mai világban már a tanulóknak meg kell tanulni. Úgy élem meg, hogy egyre jobban népszerűbb ez a szakma. Ez hiány szakma is, és ráadásul ugye ebbe a szakmába kapnak ösztöndíjat is a tanulók, és az ösztöndíj attól függ, hogy milyen tanulmányi eredménnyel végez az adott fél évben, vagy az adott év végén, és ez is egy ösztönző, és ezt a versenyt is azért próbáltam megszervezni, hogy kedvet kapjanak a leendő diákok, akik még csak keresik az utat, hogy milyen szakmát tanuljanak, hogy azért ez egy nagy kihívás egy tanulónak, hogy milyen tudással fog végezni a harmadik év végén. A versenyen összesen 7 tanuló mérette meg magát, ők a Tatai Bláthy mellett Komáromból, Oroszlányból és Tatabányáról érkeztek. Ma már egyre gyakrabban találkozhatunk a gyengébbik nem képviselőivel ebben a szakmában, ez is a hiány szakma növekvő népszerűségének köszönhető. Én ezt azért is választottam, mert jól meg is fizetik, meg hogy így a női szakma nem is köt le annyira, mint a férfi. Én szerintem ez egy jó szakma, jó jövőd lesz vele, és ezért választottam így ezt a szakmát. Élvezem, és szerintem könnyű feladatok ezek, mert hogy nálunk a soriba sokan ezzel feladatokat csinálunk. A hagyományteremtő céllal megszervezett versenyen az első 3 helyezett jutalmat, a résztvevők oklevelet kaptak. A legeredményesebb iskola pedig hazavihette a Vándorkupát, amelyet akkor nyerhet el végleg egy intézmény, ha tanulói 3 egymást követő évben megnyerik a versenyt.
Színes állarcok és farsangi hangulat jellemezte a február hónap első borecset programját a Máltai Idősek Napközi Otthonában. A kézműves foglalkozás közkedvelt az intézményben, a tematikáját pedig a szervezők a résztvevők igényeihez igazítják. Így volt ez február 5-én is a soron következő szakkörön. A mai nap farsangi állarcokat fogunk készíteni. Ez nem teljesen a tematika tervezett, előre tervezett programja, hanem ez inkább az egyéni igényekre való reagálás. Igyekszünk rugalmasan megvalósítani a csoport kéréseit. Nagyon sokféle dolgot hoztam, papírból lesz maga az állarc, és mindenféle csodasággal fogjuk díszíteni, a csillámportól, a színes szeruzán át, a szalagokig, bármivel lehet, hát ez az egyéni kreativitásra van bízva. Körülbelül másfél óra egy ilyen foglalkozás, hát hogy hány maszk készül, ez azon múlik, hogy hányan ülnek ide hozzám a foglalkozásra, és utána itt a napközi otthonban a kis farsangi mulatságon fogják használni, vagy hát ki, ahova elviszi magával aztán. A napközi otthonban rendszeresen izgalmas és változatos programok várják a szépkorúakat. Ezek a foglalkozások a mentális és a fizikai állapotra is egyaránt jó hatással vannak. A Magyari Zoltán Népfőiskolával kezdtük el közösen ezt a programot. Ez egy művészeti foglalkozás, különböző képzőművészeti tevékenységeket végeznek. Én személy szerint nagyon örülök neki, most már harmadik vagy negyedik hónapja zajlik. Az elején egy kicsit nehezen ültek oda, azért az idejáró idősek jellemzően 80 év fölött vannak, van 100 év fölötti tagunk is, és ők egész életükben sokat kézi munkáztak, nagyon sokat dolgoztak a kezükkel, de megöregedtek, fájnak az ízületeik, ők úgy érezték, hogy ez nekik már nem fog menni. De azért rábeszéltük őket, odaültünk velük együtt, én is, a kolléganőm is, Ubik Móni is, aki vezeti ezt az egész programot, és egyre lelkesebbek, tényleg gyönyörű munkák készülnek, és az egészen aprólékos festés, most múlt héten pont porcelán festés volt, és az egészen aprólékos festés is megy, még a 89 éves tagunknak is. A borecset foglalkozás várja a kézműveskedni vágyó érdeklődőket minden kedden 10 órától a Máltai Idősek Napközi Otthonában. My name is Balint, I live in Tata. I have a dog, the dog name is Mia. Can I have a paw? Angol, magyar, matek és szinte az összes tantárgy feladatai várták dr. Simont, a terápiás kutyát, február 6-án. Ugyanis a Talentum iskola 3. B osztályához érkezett a vizsla, hogy a gyerekekkel együtt töltsön el egy izgalmas, játékos másfél órát. Egy szülő felajánlásának köszönhetően ugyanis megtapasztalhatták a gyerekek, mitől is különbözik egy okleveles kutya a négy lábú társaitól. Egy nagyon izgalmas másfél órával készültünk, a tanítónénivel, az osztályfőnökökkel együtt. Gyakorlatilag a terápiás kutyát lehet használni egy állatasszisztált aktivitásra, amikor a kutya csak jelen van és a jó hangulatot teremti meg. Lehet használni állatasszisztált oktatásra és ugye terápiára, valamilyen speciális helyzetnek a megoldására. Mi most itt az állatasszisztált oktatást fogjuk átélni délután. Azt néztük meg, hogy hogyan tudjuk úgy bevonni a kutyát, hogy a gyerekeknek élmény legyen a tanulás, vagy az összefoglalás, ismétlés, és hát megéljék azt, hogy a kutya itt van, simogathatják, hallgat rájuk a kutya, pozitív visszajelzéseket kapnak. A foglalkozás feladatai nem álltak távol az osztály diákjaitól, hiszen a tantervhez illő fejtörőket kellett megoldaniuk a gyerekeknek Simon segítségével. Természetesen nagyon örültünk a megkeresésnek, és fel is vettük a kapcsolatot Klárival, akivel nagyon jól tudtunk együtt dolgozni, fölkészültünk az órákra, ugye két teljes tanórát fogunk együtt tölteni, 90 percet, nagyon élveztük a felkészülést. A tanórák részleteit csempésztük bele ebbe a foglalkozásba, van benne szövegértés, olvasás, fejszámolás, egy kis angol, tehát próbáltuk úgy ötvözni, hogy vizuális kultúra, tehát mindenből egy pici. Simon a 2,5 éves vizsla, nagyon szereti a gyerekközeget, így minden bizonnyal, nem csak a tanulóknak, de neki is nagy élmény volt a tematikus foglalkozás. Új pedagógusok, új tanítási módszerek bevezetése, jó tanulmányi átlagok és a versenyeken való kiváló eredmények.
Ezek jellemezték a Vasszary János Általános Iskola első fél évét. Azt hiszem elmondhattam, hogy nagyon sikeres fél évet zártunk. Tanulmányi eredménnyel kezdeném, hiszen ez a legfontosabb a szülők számára is. Tanulmányi eredményben alsó tagozaton 4,48 százados átlagunk lett, felső tagozaton 4,1 tizedes, tehát az intézményünk átlaga 4,3 tized lett. Tehát nagyon sikeres tanulmányi évet zártunk. Azt hiszem magatartás problémák sem voltak olyan számottevőek, kirívóak az elmúlt fél évben, tehát diákjaink szépen szorgalmasan tanultak, hiszen a magatartás átlagunk is 4 egész fölött van. A tanévkezdés egy kicsit nehezen indult, hiszen 11 új pedagógus került a tantestületbe, de most már elmondhatom, hogy nagyon jól beilleszkedtek, és ugyanolyan színvonalas munkát végeznek, mint a korábban itt dolgozó pedagógusok. A nyári továbbképzésen kollégáink új tanítási módszerekkel ismerkedtek meg, amit nagyon sikeresen beépítettek a mindennapokba, a tanórákba, azért olyan céllal, hogy még élményszerűbbé tegyék az oktatást a diákok számára, még motiváltabbak legyenek. Azt hiszem ez is hozzájárult a jó eredményhez. A tehetséggondozásra nagy gondot fordítunk, ez látszik is versenyeredményeinken, de tulajdonképpen itt leszeretném szögezni, hogy azok a diákok vesznek részt a versenyeken, akik szívesen versenyeznek. És hál' Istennek nagyon motiváltak a diákok, és nagyon szeretnek versenyezni. Így nagyon szép eredményeket érhetünk el, akár tanulmányi eredményben, hiszen bolyai anyanyelvi versenyen is országos döntőbe jutottunk, megyei versenyeken, Hubán részen, versíró, versmondó pályázatokon dobogós helyeket hozunk el, idegen nyelvi versenyeken, matematika versenyeken, a tanulmányi versenyek mellett művészeti versenyeken, pályázatokon is részt vettek diákjaink, hiszen itt a regionális versenyen is külön díjat kaptak a diákok. Sportversenyeken, diákolimpián, hiszen nem vagyunk sporttagozatos iskola, de gyönyörű szép országos eredmények születtek már most az atlétika ügyességi csapatbajnokságon, hiszen a 10x200 méteres vegyes váltónk országos 10. helyezett lett, és amire még büszkébbek vagyunk, az, hogy a 7.-8. távolugró lánycsapatunk dobogóra állhatott, hiszen az országban 3. legjobbak lettek. Iskolába hívogató Balázs-Ales műsor tekinthettek meg a kertvárosi óvoda nagycsoportosai. Köszönhetően a Kenderke Alapfokú Művészeti Iskola és a Vasszary János Általános Iskola együttműködésének. A két intézmény 4 éve kezdte el a közös munkát, amelynek eredménye, hogy akár fürkész osztályba is jelentkezhetnek a most még óvodás gyerkőcök. Osztály szinten a matematika meg a nyelvi tagozat mellett a fürkész osztályok indulnak, az első A osztály lesz ez, ahol a gyerekek 4 művészeti ággal ismerkednek, a népijáték és a táncos mozgás alapozás mellett 6 lyukú pászorfúrúján tanulnak játszani, ezen kívül dramatikus népszokásokkal ismerkednek, kézműveskednek, meséket hallgatnak. És most egy dramatikus népszokást hoztunk, ami ettől a tanévtől beilleszkedik a Kenderke Művészeti Iskola élő hagyomány sorozatába, és ez a szokás nagyon jól illeszkedik ebbe a iskolába várjuk a gyerekeket mai szokásába is, tehát ebbe építettük bele, egy kicsit modernizáltuk, ez egy olyan régi falusi szokás, ami Balázs napjához kötődik, farsang időszakban egy vidám, iskolába hívogató szokás, amikor a kántor tanító kiküldte a nagyobb gyerekeket, betanította nekik ezt a szokást, hogy a házaknál lévő iskola köteles gyerekeket iskolába terelgessék. És emellett pedig a kántor tanítónak gyűjtöttek adományokat, ami tulajdonképpen az éves fizetésének a részét képezte természetben. A kertvárosi óvoda pedagógiájába szorosan beilleszkedik a Kenderke küldetése, így a vezetőség is szívesen fogadta a fürkész program részletes bemutatását.
Évek óta szoros együttműködést ápolunk a Kenderke Alapfokú Művészeti Iskolával, és az idei évtől már egy nagyon komplex formában vesszük igénybe az ő tudásukat és szolgáltatásukat. A nagy csoportosaink fele nagyon tematikusan fél évig jár a fürkészképzésre, annak érdekében, hogy a bennük rejlő kis rejtett dolgokat minél inkább felszínre tudják hozni, és ezt mi is kamatoztatjuk a mindennapi óvodai életükben. A Kertvárosi Óvoda és a Kenderke Művészeti Iskola együttműködés és egy több éves múltra nyúlik vissza. A két intézmény jó kapcsolatát pedig bizonyította, hogy a gyerekek már alig várták az egymással való találkozást. Újabb diplomát adó képzésnek adhat helyszín Tata. A volt piarista rendházban február 6-án a Soproni Egyetem Benedek Elek pedagógiai kar dékánya tartott tájékoztatót a gyógypedagógus alapszakról, amely levelező képzésként lehet majd elérhető a leendő diákok számára. Gyógypedagógusokból sajnos, hála Isten, nagy hiány van Magyarországon, ez egy hiány szakma. És ezért is vagyunk ma itt Tatán a rendházban, a Közösségi Felsőoktatási Képzési Központban, mert felmerült a gyógypedagógia alapképzés levelező tagozaton való indításának a gondolata. Most már második éve csecsemő és kisgyermeknevelőkéket képez a Soproni Egyetem Benedek Elek pedagógiai kara, és hát merünk tovább álmodni, és hogyha ennek itt komoly piaca van, és a szakember hiány pedig nagyon égető, akkor megpróbálunk ennek is megfelelni. Nagyon köszönjük a régió, a város, a városok bizalmát, hogy ránk gondoltak ebben. Ez egy hosszú bürokratikus procedúra lesz, de ahogy a csecsemő és kisgyermeknevelő szakot is be tudtuk indítani, én bízom abban, hogy ez a képzés is beindulhat. A gyógypedagógus képzés remélhetőleg rövid időn belül Tatán is elindulhat. Egyelőre azonban csak Sopronban tudják fogadni a hallgatókat. Nagyon örülök, hogy a tankerülettel való együttműködésünk tovább épülhet. Örülök, hogy a Soproni Egyetem pedagógus kara is partner ebben továbbra is. És azt szeretnénk, hogy indulhasson itt Tatán is gyógypedagógus képzés, ami egy nagyon nem egyszerű dolog, hiszen egy gyógypedagógus képzés egy nagyon speciális, nagyszerű műhelyek vannak az országban, ezért is öröm az, hogy a Soproni Egyetem együttműködik ezzel ebben velünk, és az a Közösségi Felsőoktatási Képzési Központ, amit korábban elindítottunk, annak a berkein belül ez a képzés, ez az alapképzés is jöhetne ide Tatára. Most első fordulóban egy nagy toborzásban vagyunk, azt szeretnénk, hogy fölmérjük mekkora az érdeklődés, és utána jön a jogi része, hogy ez hogy valósítható meg, és aztán reméljük, hogy mindenkinek sikerül, és ha minden összeáll, akkor már szeptemberben, ha nem, akkor pedig februártól itt Tatán egy újabb alapképzésben, diplomát adó alapképzésben vehetnek részt a hallgatók. Ez Tatának azt jelenti, hogy tovább erősödik az a nagyszerű kezdeményezés, hogy Tatán legyen felsőoktatás. Mint a leendő hallgatók, mint pedig az intézmények részéről is érezhető a képzés iránti igény, hiszen a gyógypedagógus állások sok helyen betöltetlenek maradtak. Ezért fontos, mert gyógypedagógusra minden intézményben szükség van. Általános iskolákban, óvodákban, és a tankerület fenntart egy úgynevezett pedagógiai szakszolgálatot is, ahol szinte kizárólag gyógypedagógusok dolgoznak. Ezen kívül van három olyan intézményünk, amely kizárólag sajátos nevelési igényű gyermekeket lát el, és ezekben az intézményekben is kizárólag gyógypedagógusok dolgozhatnak. A képzés diplomai végzettséget biztosít, a leendő hallgatók tanulásban akadályozottak pedagógiai szakirányt tanulhatnak 8 fél éven keresztül levelező képzésen. Még az indiánok és a kávbolyok is békét kötöttek a Vaszari János Általános Iskola alsós farsangi ünnepségén. A kicsiknek ez alkalommal az ellentétek tematikájához kellett alakítaniuk jelmezötleteiket, akár osztály vagy baráti körben. Minden évben valamilyen tematika köré építjük a farsangunkat. Idén ez a téma az ellentétek voltak. Eleinte nagyon féltünk, hogy kimerül ez a fekete-fehér és a kicsi nagy gondolatában, de hál' Istennek nagyon kreatívak voltak a kollégáim is, a
szülők is, hogy le a kalappal előttük. Nagyon sok izgalmas, érdekes és kreatív jelmezés csoportos produkció született. Mi úgy hirdettük meg ezt a délutánt, hogy lehet csoportos produkcióval is készülni, és egyéni produkcióval is, és a kollégák és a gyerekek döntötték el azt, hogy ők most egyénileg készülnek, vagy csoportos produkciót fognak bemutatni. Nagyon sok 9 osztály készült csoportos produkcióval, és a többi osztály pedig egyéni produkcióval, illetve iskolánkban idén elindult először a Zumba szakkör, vagy hát a sportfoglalkozás, inkább így mondanám, és a zumbások fognak egy bemutatót tartani az eredményhirdetés előtt. Csoportos produkciókkal indulunk, először az első évfolyamosok, utána a második évfolyamosok, és így tovább, és közöttük egy-egy egyéni felvonuló is megmutatja magát. A második C-osztály tanulói a macska egérpárost elevenítették meg, aminek a kicsik is nagyon örültek. Ilyen macska egér, ez ilyen ellentétek, és akkor így kipróbáltuk, és nagyon jól ment, szóval így ez lett. Hát először úgy volt, hogy zebrák leszünk, de aztán végül macskák és egerek lettünk. Nagyon jó, szerintem nagyon jól próbáltunk, és tegnap volt a fölpróba, az is jól ment. Szerintem minden jól ment. A mókás maskarákat viselő tanulókat egy finomság várta a produkció után, ugyanis az adventi vásárból befolyt összeget tortákra fordították, amiből minden csoportnak jutott az édességből. A 2018-as év értékelése mellett az idei tervekről is beszámoltak a Tatai Hely Történeti Egyesület éves közgyűlésén. Az Egyesület 2001 óta működik, 2012 óta Kis Tiborné elnöksége alatt. A civil szervezet hagyományőrzéssel és a város történelmének felkutatásával foglalkozik. Az elmúlt esztendő úgy érzem, hogy a programokban nagyon gazdag volt, hiszen kapcsolódtunk Tata-Tóváros Egyesítésének a 80. évfordulójához, és Mátyás király trónralépésének az 560. évfordulójához. Nagyon sok program volt, előadássorozat, kiállítás, emléktáblavatás. Úgy érzem, hogy tagjaink zömmel nagy számban részt vettek ezeken a programjukon. A sportról sem feledkeztünk meg, hiszen az elmúlt évben az edzőtábor az alapkő letételének és a hely kijelölésének a 70. évfordulóját ünnepelte, és ezzel kapcsolatosan is tartottunk egy ünnepi gyűlést a Tatai edzőtáborban. Folytattuk a református gimnáziumban művészeknek a bemutatását, akik Tatával kapcsolatosan vagy Tata környékéről számolnak be, és szeretik a városukat, és a műveikben tükrözik is a városnak az értékeit és a szépségeit. Nagyon szoros a kapcsolatunk a Szumódi Helytörténeti Egyesülettel, illetve vannak vezetőjével, Nemes Jánossal. Ők úgy tudom a második világháborúnak a történetéről egy könyvet is szeretnének majd kiadni, és nagyon örömünkre szolgált, hogy tatai események is bele fognak kerülni ebbe a könyvbe. Az Egyesület a Református Gimnáziummal tovább ápolja a jó kapcsolatot. Az intézményben januárban nyílt meg Szentesi László grafikus művész kiállítása, de a Mint Galéria további tárlataira is vannak már tervek. Az idei évnek a koncepciója a testvérvárosi kapcsolatoknak az erősítése. Az első kiállítás március végére tervezzük, amikor a szőgyéni művészeknek a bemutatkozását várjuk. Meg szeretnénk emlékezni a 220 évvel ezelőtt született Farkasházi Fischer Mohr keramikusról, és a Kundomokos Múzeumnak a névadójáról is, aki 265 évvel ezelőtt született. Valószínű ez az esemény majd ennek az eseménynek a megemlékezéséről majd ősz folyamán kerül sor. Az Egyesület emléktábla avatást is szervez 2019-ben az idén 50 éves zeneiskola kapcsán. A Medúza, Rabló és Múmia mellett Albert Einstein és Picasso is megjelent a Fazekas utcai iskola farsangi ünnepségén. Az intézményben a hagyományokhoz híven az idén is a nyolcadikosok szervezték a bulit. Nagyon izgatottak, én a nyolcadikosokról tudok főleg beszélni. Az elején ugye a nyolcadikos kislányok kezdték a táncot, ők nagyon-nagyon izgatottak voltak.
de szerintem a kisebbeknél meg az újdonság azért. Szerintem minden évben nagyon kreatívak, és mindig meg tudnak újulni, és újabb jelmezekkel jönnek a gyerekek. Sok időbe telt, mire kitaláltuk végre, hogy csináljuk meg. Először spagettinak indult, de végül is nem volt rá túl sok időnk, úgyhogy esőfelhő lett belőle. Én múmia vagyok, és azért ezt választottam, mert ezt láttam könnyűnek, és ezt már régóta terveztem, hogy szeretnék múmia lenni. És igazából fásliból vagyok, meg harisnya van rajtam, és egy garbó. És a szemem hát meg ki lett festve, és igazából rendeltük a netről a sok fáslit. Nagyon tetszik, mindenkinek tetszik a jelmezem, mert mindenki különféle stílusba és különféle más-más öltözetekbe öltözött, és mondjuk nincs olyan, aki mondjuk azt mondja, hogy a másikért rossz, mert hanem mindenki azt mondja, hogy tetszik, mert miért nem. Ez egy római légiós, és azért választottam, mert most ezt tanuljuk töriből, és erre, hát ezt választottam. És hát megvettük a sisakot, a többit pedig megcsináltuk papírból, lefújtuk, és úgy összekötöztük. Ahogy minden évben az idén is, kreatív házi gyártású jelmezeket öltöttek a gyerekek, a zsűri pontozását követően pedig elkezdődött a táncos mulatság, ami szintén hagyomány. Február 11-én hétfőn Önök a Tatai Televízió Tallózó című műsorát látták. Adásunkban beszámoltunk Önöknek az elmúlt hét legfontosabb eseményeiről. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Tallózóval legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Én köszönöm még egyszer megtisztelő figyelmüket, további szép estét. Viszontlátásra!